A mi segítségünk jön az Istentől, aki teremtette az egeket és a földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket az egyházi év utolsó vasárnapján, bármennyire is hihetetlen jövő hét advent első vasárnapja. Ez általában mindig megszokott engem lepni, pont úgy, mint a székelyeket az első havazás. Pont amikor otthon voltam, ezelőtt két héttel havazott először Székelyföldön, és akkor illet mindenki meglepődött, hogy havazik. Szóval advent jövő héten és az egyházi év utolsó vasárnapja. A mai Isten tiszteleten nincs orgonistánk, Attila személyes okok miatt nem tud itt lenni. Megpróbáljuk a lehetetlent, pótoljuk az orgonistát a komputerrel, és vetíteni fogom a szöveget. Legtöbb énekünk benne van a mi énekes könyvünkben is, de lesz olyan ének is ma, ami a magyarországi énekes könyvből van, úgyhogy a legjobb, hogyha a tévéképernyőt nézitek. Az első énekünk az közismert, az természetes, hiszen az Isten tisztelet után, az ebéd után tartjuk a közgyűlésünket, és a presbitériumnak a Calvin éneke a jelképes ének. Szívemet hozzád emelem, úgyhogy ezzel kezdünk, ez a 25. Zsoltár. Szívemet hozzád emelem, az énekeskönyvben, ha jól tudom, a 12. sorszámmal van meg, úgyhogy ezzel indítunk. Ennek az a magyarázata, hogy a mi énekeskönyvünk nagyon régi. Tehát nem ezzel a dallammal van baj, hanem azzal, ahogy mi énekelünk. Tehát a mi énekeskönyvünk az amerikai énekeskönyvnek a pontos mása, ami viszont az 1927-es erdélyi énekeskönyvnek a mása. És ott legtöbb hang, vagy félhang, vagy egész hang, ezért lényegesen lassabb és másabb a ritmusa, mint az új magyarországi énekeskönyvnek. Amit most hallottatok, ez tulajdonképpen az új ritmus, ahogy otthon énekelnek. Nyilván otthon sem énekelnek mindenhol így. A mezőségen, vagy a kükülő mentén azért még mindig úgy énekelnek, hogy a végére rá lehet könyökölni, hosszan is nyújtva, de gondolom, hogy délvidéken is. Úgyhogy szerintem mi, amikor itt van az orgonistánk, akkor egy ilyen, hát ilyen középúton lehetünk, a nagyon lassú és az aktuális dallam és ritmus között. Na, úgyhogy ezért tűnt nektek furcsának az éneknek a dallamon. A mai olvasmány Ézsaiás könyvéből van, az Ézsaiás könyvének a
65. fejezetéből, hogy pontos legyek, a 65. fejezetből a 17. verstől kezdve olvasom az igét, tehát Ézsaiás 65. 17. verstől kezdve. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jaj kiáltás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort ne érne. Mert a legfiatalabb is 100 évesen hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Házakat építenek, és ők laknak majd bennük. Szőlőket ültetnek, és ők élvezik majd azoknak gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne. Nem úgy ültetnek, hogy majd más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. És amiért megdolgoztak választottaim, maguk élvezhetik. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, és ők és leszármazottaik is. Mielőtt kiáltanának, én már válaszolok. Még beszélnek, és én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. A kegyelem Istenet egy áldottá az ő szent igéit, hogy az ő beszéde lakozzék bennünk gazdagon, hogy ő benne is ő általa sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, újra énekszóval dicsérjük az Urat, és a következő énekünk, azt hiszem, hogy megvan a mi énekeskönyvünkben is, úgyhogy megkeressük, az a címe, hogy az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Ez a mi énekes könyvünkben a 116. ének lesz, de ne csodálkozzatok azon, hogyha a szövegben is változások vannak, úgyhogy egyszerűbb, ha jó a szemetek, ha a kijelzőt, a képernyőt nézitek, tehát az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a mi énekes könyvünkben ez a 116. ének, de én gyanítom, hogy lesznek különbségek a szövegben is, a dallam pedig megint csak gyorsabb lesz, mint ahogy mi megszoktuk. Thank you.
ember. Elég hangos volt, vagy hangosítsunk egy picit? Elég hangos, akkor jó. Én is úgy éreztem, hogy ez elég hangerőből, de ha akarjátok, akkor lehet még állítani. Sokszor panaszkodtok, hogy nem lehet hallani vagy engem, vagy a zenét. De azért jobb orgonistával, úgyhogy imádkozzunk azért is, hogy Attila minél hamarabb visszatérjen, és legyen nekünk orgonistánk. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és most imádkozzunk. Istenünk, köszönjük az énekben megfogalmazott hitvallást, hogy az egyháznak a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus a fundamentuma. Hogy nem rajtunk, nem a mi hitünkön, nem a mi szorgalmunkon, hűségünkön áll vagy bukik a te egyházad, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus megtartó erején és a te szent lelkes hűségeden. Köszönjük, hogy ma is itt lehetünk, benned, közösségben lehetünk egymással. És köszönjük, hogy dicsérhetünk téged, dicsérhetjük a te háromszorosan szent nevedet. Áld meg az ige hirdetést, az, hogy az ige hirdetés hordozza az örökkévaló üzenetet. Áld meg az ige hallgatást, hogy valóban meghalljuk, hogy te keresel. Te akarsz megérinteni, meggyógyítani, megújítani bennünket. Add, hogy jóságoddal találkozva, megteljen a lelkünk jósággal, szépségedet látva a mi arcunk is megszépüljön és tudja hordozni a te szent orcádnak vonásait. És most is könyörgünk a betegekért, akik betegség, gyengeség miatt nem lehetnek itt. Külön könyörgünk az orgonistánkért, hogy minél hamarabb visszatérhessen, hogy vele együtt tudjuk dicsérni a te szent nevedet, és könyörgünk azokért is, akik távolból kapcsolódnak be a mi Isten tiszteletünkbe. Hadd, hogy ők is részesei legyenek ennek a közösségnek, és a közösség által az egyetemes Anya Szent Egyház szent közösségének, melyet oltalmazol, védelmezel és megtartasz egész a világ végezetéig. Jézusban kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. A következő éneket ne keressétek az énekeskönyvben. Ez a Magyarország énekeskönyvben van meg, illetve az Erdélyben is. Az a címe, hogy lelki próbáimban Jézus légy velem. Úgyhogy nem tudom mondani, hogy melyik számú a mi énekeskönyvünkben, ugyanis ez nincs meg a mi régi énekeskönyvünkben. Úgyhogy jöhet a lelki próbáimban Jézus légy velem, és a kijelzőt nézzétek. És akkor az egyházi év utolsó vasárnapjára,
a reménység vasárnapjára kijelölt ige. Ez pedig a Péter második levelében van megírva. Péter második levele, 3. fejezet, a 8. verstől kezdődően. Így szól az ige, Péter második levele, 3. fejezet, 8. verstől kezdődően. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, roppogva elmúlanak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Az egyházi év utolsó vasárnapja, ahogy mondtam, hagyományosan a reménység vasárnapja, és ehhez alkalmas és ehhez találó ez a mai ige, mely azzal fejeződik be, hogy mi új eget és új földet várunk. Péter második levele, az egyházi kánon, a bibliai kánon, hogy pontosan fogalmazzak, egyik legkésőbbi irata, és azt a reménységet fogalmazza meg, hogy noha az Úr Jézus visszajövetele késik, mindazonáltal nem múlik, és amit a kereszténység hisz és remél, az meg fog történni, de az Isten órája nem a mi óránk szerint jár, és Isten malmai másképpen őrülnek, mint a miénkek. Milyen kilátásaink vannak, mire számíthatunk a közeli és távoli jövőben? Vagy hogyan készülhetünk a jövőre? Ezeket a kérdéseket fogalmazzuk meg gyakran, és adunk rá sokszor ellentmondásos válaszokat. Nagyon sokan attól félnek, hogy nincs jövő, illetve ha mi nem teszünk valamit, akkor nem lesz jövő. Én megdöbbenve tapasztalom mindig azt, hogy emberekben, és főleg a fiatal emberekben milyen egzisztenciális pánik van. És ezt a pánikot látom megnyilvánulni akkor, amikor kétségbe ejtő módon próbálnak tiltakozni különböző jelszavak alatt és különböző ideológiák mellett, tiltakozni a természetvédelem mellett, vagy az ipar ellen, vagy éppen a tegnap a híradóban láttam, Ausztráliának a szén exportja ellen. Mindig van valami, és mindig kerül valamilyen jelszó, ami alá a rettegőket és a szorongókat össze lehet gyűjteni, és neki lehet engedni egy-egy ügy ellen azzal a meggyőződéssel, hogy ha eléggé meg vannak ijesztve, akkor hajlamosak majd együttműködni sokszor a saját érdekük ellen is, azokkal, akik nyilván nem a
az ő legjobb érdekükben akarnak cselekedni. Ugyanilyen történeteket látunk, amikor különböző háborús ügyek mellett és ellen embereket ki lehet úszítani az utcára, és a béke nevében a legborzasztóbb dolgokat is lehet kiabálni. Tele vannak az emberek félelemmel és rettegéssel. Nyilván ehhez hozzájárulnak a kedves közgazdászok és a kedves igazságmegmondók, akik folyamatosan egy nagy globális összeomlásról beszélnek, és folyamatosan a gazdasági válságot mutatják és jelzik előre. Szóval minden oka megvan a híreket fogyasztó, és itt nem véletlenül fogalmaztam így, hogy fogyasztó embernek arra, hogy rettegjen, hiszen nagy különbség van a hírek fogyasztása és a hírek olvasása között. A fogyasztás az azt jelenti, hogy elolvasom, és tulajdonképpen meg is eszem, szó szerint be is veszem a beetetést, és ez nyilván egy kritika nélküli olvasatot jelent. Az olvasás maga viszont már azt jelenti, hogy elolvasom, elgondolkodom rajta, megnézem annak az ellenkezőjét, az inverzét is, különböző változatokat, különböző forrásokat összehasonlítok, és annak alapján kiállítok egy magam számára élhető, elfogadható világképet, de nyilván ehhez egy picit árnyaltabban kell nézni ezeket a dolgokat. Mely árnyalt nézésre és kritikára minden alkalommal bátorítadlak titeket is, ugyanilyen árnyaltan és ugyanilyen kritikával kell hallgatni az én ige hirdetéseimet is természetes módon, hiszen nincs nálam a bölcsek köve, és noha az Isten igéjét hirdetem, nyilván az Isten igének a hirdetése, valóban az az Isten igéje, de emberi eszköz és emberi hang által történik, és minden, amihez az ember hozzáír, hordozza az emberi elfogultságot, az emberi bűnt, és mindazokat a szocializáció által hozott dolgokat, amelyeket az ember nem tud elkerülni. Tehát engem is ugyanígy kell hallgatni. Nos, mit mond az Isten igéje nekünk, akik ebben az aggodalmas állapotban vagyunk? Részben azt mondja, hogy ne aggódjunk, mert az új világ és az új föld, amiről Jézus beszélt, és amiről ígéretünk van, az el fog jönni, de nem úgy, ahogy azt mi képzeljük, és nem akkor, amikor mi képzeljük. Ezt sokszor mondtam, a Jóisten mentsen meg minden nemzedéket, minden generációt, minden társadalmat attól, hogy egy emberi közösség, egy társadalmi csoport bevezesse az új világrendet. Ezt már megpróbálták sokan, és ennek mindig katasztrófa és tragikus vége lett. Ez így volt a középkorral is, amikor egyébként maga az egyház próbálta bevezetni a saját rendjét, és eljutottunk az inkvizícióig, tessék elolvasni Dosztojevszkinek a Karamazov fivérek című regényét, és ott van az a híres történet az inkvizícióról. Most nem mondom el, mert túl hosszú lenne, de nyilván, amikor egy csoport be akarja vezetni az általa vallott értékeket úgy, ahogy ő látja jónak egyedül, és ő látja üdvözítőnek abból, még akkor is baj lesz, hogyha az maga az egyház. Na akkor képzeljétek el, hogy mekkora baj volt akkor, amikor megpróbálták bevezetni ezt egy-egy világi ideológia alapján. Szóval az idősebbek kipróbálták már, átélték egy páron közülünk akár a nácizmus végét, átélték a kommunizmust, és most éppen éljük át együtt közösen az új világrendet, annak minden érdekes dolgával. Annyi a különbség, hogy jelen pillanatban még a társadalom nagy része abban az optimizmusban van, hogy ez jó lesz. Különböző felméréseket olvasok arról, hogy embereknek többsége úgy hiszi, hogy jó lesz az, hogyha például bevezetik a
pénz nélküli társadalmat, illetve a készpénz nélküli társadalmat. Persze, hogy nem lesz jó, ezt nem akarom nektek most részletezni és magyarázni, de egy új világrendet akarnak bevezetni, amelynek nyilván haszonélvezői nem ti lesztek, nem mi leszünk. Ez szerintem egyértelmű. Tehát ez nem jó. Viszont mi egy új eget és egy új földet várunk, de ezt nem az emberektől, nem a társadalomtól, nem a társadalomnak egy-egy kiválasztott csoportjától várjuk, hanem az örökkévaló Istentől. És ennek az ideje akkor jön el, amikor az Isten úgy érzi, hogy itt lesz az ideje, ez nem a mi kezünkben van, és az Isten órája másképpen jár. Ez a bibliai kép, hogy az Istennél 1000 esztendő annyi, mint egy nap, ez nyilván erre utal. Isten az örökké valóságban, az időtlenségben él, és ha már a magyar nyelv megengedi nekünk ezt a szójátékot, akkor elmondhatom, hogy míg itt váltjuk a korszakokat és váltjuk a világokat, mi az idétlenségben élünk, és az Isten az időtlenségben. Nem mindegy a kettő, és nem szabad összekeverni Samut a mamuval, és mondhatik más hasonlatot is, de itt a templomban ez azért nem lenne megengedett, a géppuskás hasonlat. Szóval gondoljatok rá, de én ki nem mondom, a szezont a fazonnal nem szabad összetéveszteni. Viszont nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem türelmes hozzátok, ahogy Péter mondja, nem akarja, hogy egyesek elvesszenek, vagy némelyek elvesszenek, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen és üdvözüljön. Az az idő, amiben élünk, az arra van, hogy megtérjünk. A megtérés, azt sokszor mondtam nektek, nem azt jelenti, hogy december, mit tudom, 1-én még vallástalan voltam, és december 2-án pedig már vallásos. A megtérés az egy megújulást jelent, egy folyamatos megújulást, mely tulajdonképpen bele is van építve az ember egyéniségébe, és ha észreveszitek, és ha figyelitek önmagatokat, akkor látjátok, hogy fokozatosan megtértek, még akkor is, hogyha nem akarjátok, illetve ha ennek ellenálltok, akkor esetleg nem tértek meg, de abból meglehetősen furcsa, torzó ember fog majd kinőni. Hiszen amikor fiatalok vagyunk, akkor mindenünk a test, és szerencsére ez így van, és ez jó is, ezért van természetes szaporulat, és ezért van növekedés, illetve kellene legyen, de ez megint nem egy olyan téma, amit most érinteni fogok, de ahogy idősödünk, egyre fontosabb lesz számunkra a lélek, egyre fontosabb lesz számunkra a spiritualitás, az örökké valósággal, az örökké való értékekkel való kapcsolat, egy lassú és folyamatos megtérés az élet, ezt lehet gyorsítani, nyilván ez az ideális, lehet lassítani, ez pedig az, amikor az ember nem nő fel, és örökre gyermek marad. Ahogy mondtam nektek, ellenállni a megtérésnek, az átalakulásnak lehet, nagyon nehéz, de a végeredménye rettenetes. És akkor itt jönnek a gyermetek, felnőttek. Hány gyermetek, felnőttet ismertek? Én sokat. Egyszerűen nem nőttek fel. Kis babák minden mai napig, és egyszerűen nem tudnak önálló döntéseket hozni, nem tudnak önálló véleményeket megfogalmazni, azt éneklik, amit a kánon és a kórus énekel, ők vannak megfélemlítve egyébként, folyamatosan rettegnek valamitől, vagy a világ végétől, vagy a háborútól, vagy a természet összeomlásától, vagy valamilyen zöld ideológia nyomán, valamilyen zöld rettenettől, folyamatosan rettegnek. De vannak az idősek. Nézzétek meg, néha találkozom emberekkel, akik 80 éves korukban, most nézzétek el nekem, hölgyek, de ez tényleg elröhögöm magam, vagy elmosolyogom magam, amikor néha napján ritkán, de előfordulok egy-egy bevásárló központba, és akkor ott tipegnek, topognak magasarkú cipőben, meg idáig kiruzsozva és bedajarozva. Nem lesztek attól fiatalabbak, és a hapsik ugyanígy, hogy ilyen lötyög rajtuk az összes bőr, aztán meg izomingben, meg izében mennek. Hát szóval minden kornak megvan a maga ideje és a szépsége, és meg kell térni, és az embernek
Egy idő után több hangsúlyt kell fektetnie a lelkére, mint a testére. A test egyébként is egyre inkább romlik, a lelke egyre inkább növekszik. Egészséges esetben, amit a testben elveszítünk, lélekben tudjuk azt pótolni. Nagyon sok, nagyon szép lelkű idős embert ismerek. Férfit és nőt is, amelyik a saját lelkének a szépségével egészen szépé teszi. Nem csak a lelkét, hanem a testi jelenlétét és a saját környezetét is. Szóval azért ad az Isten nekünk hosszú életet, hogyha ad, hogy ezt kihasználjuk, és megtérjünk, és egyre inkább hasonlítsunk hozzá. És aztán eljön majd az ítélet napja, és ez egy jézusi kifejezés, amit Péter itt használ, nyilván úgy jön el, mint a tolvaj, ami azt jelenti, hogy teljes meglepetéssel, és úgy, hogy akkor senki sem várja. Ezért szoktam mondani azt, hogy ha mindenki várja a világ végét, biztos, hogy nem jön el, ha mindenki várja a gazdasági összeomlást, biztos, hogy nem jön el, akkor jön el, amikor senki sem várja. Van egy szenzációs film, most nem jut eszembe a címe. Nem nagy színészekkel, jó színészek játsszák, és nagyon jó a témája. A 2008-as világgazdasági összeomlásról van szó. Ki látta esetleg azt a filmet? Arról van szó, hogy egy pár befektető is egy intellektuálisan sérült, inkább autistának tűnő ember észreveszi számításai alapján, hogy azok a kölcsönök, amelyek kimentek a különböző hedge fundokba és különböző befektetésekbe, főleg ingatlan befektetésekbe, azok a kölcsönök matematikailag nem tudnak működni. És rájönnek arra, hogy egyszerűen elkerülhetetlen lesz az omlás. És rájönnek arra, hogy akkor eladni kell, és amikor omlik, akkor vásárolni kell. Ez nyilván a kapitalista gazdaságnak a működési rendje. De senki sem gondol rá. És amikor elmennek egy nagy bank befektetőhöz, és elmutatják, ilyen dominó kockákkal mutogatják, összeraknak egy ilyen nagy tornyot, és mindegyik kocka az tulajdonképpen egy befektetés. Az egyik AAA, a 3-as A, a másik 2-es A, a másik 3-as B, 3-as C, tehát annak függvényében, hogy mennyire megbízható, és elkezdik kihúzni a toronyból a beépített rossz befektetéseket, és nyilván amikor az 5-et, 6-at kihúzzák ebből a toronyépedből, akkor az egész összeomlik, és senki nem hiszi el nekik. Úgy jön el a világgazdasági összeomlás, a Lehman Brothers és a többieknek a megomlása, hogy igazából az előtt való nap még adtak, vettek, és mindenki bátran úgy gondolta, hogy nagyon messze van a világ vége. Szóval úgy jön el, mint a tolvaj a világ vége, és úgy jön el, mint egy világgazdasági válság, engedjétek meg, hogy ezt a rossz példát használjam, melyre mindig gondolunk, de sosem tudjuk, hogy mikor, egyik percről a másikra megtörténhet. Ez egy érdekes kérdés, hogy mit jelent a keresztény várodalomban a világ vége, és különböző elképzelések vannak erről. Péter a tűznek és az összeomlásnak a képét használja, és nyilván ez nehezen értelmezhető első ránézésre pozitívnak. Hogy lehet egy pozitív várakozás úgy, hogy az elemek megégnek, összedőlnek, stb. Felbomlanak. A tűz a Szentírásban a tisztulásnak a képe. Például a bokáért Jávé, az Isten Mózesnek tűzben jelenik meg. Vagy a sivatagi vándorlásban tűzoszlop vezeti a vándorló népet. A tűz az éghet úgy is, hogy az csak a gonoszt emészti meg. A bibliai nyelvezetben és a bibliai képi világban ez a tűz, ez az úgynevezett tisztító tűz, most ne a purgatóriumra gondoljatok, mert én nem arra gondoltam, csak ennél jobbat és ennél találóbb kifejezést, mint a megtisztító tűz, talán így ezzel a névelővel, hogy a megtisztító tűz elvisz bennünket a purgatóriumtól. Szóval a megtisztító tűz megtisztítja ezt a földet.
És akkor felteszem nektek a kérdést eképpen. Szeretnétek egy olyan földi valóságban élni, amely megvan tisztulva az emberi önzéstől, amely megvan tisztulva az emberi gyűlölettől, amely megvan tisztulva az erőszaktól, amely megvan tisztulva a becsapástól, a hamisságtól? Ez egy csodálatos világ lenne. Az egy élhető világ lenne. Abban is emberek lennénk, és valószínűleg mint ember és mint önreflexióra képes lény, abban a világban is lehet, hogy lenne valamennyi szorongás, vagy esetleg valamennyi félelem, nem tudom. De azért egész másképpen mennének a dolgok, hogyha én azzal a bátorsággal tudnék innen kigyalogolni a templomból, és elmenni az IGA szupermarkethez, és lekapnia az Age-et, az abszolút független folyóiratot, hogy délután úgy olvasom, hogy abban a szent igazság van megírva, és senki sem akar átverni. Vagy úgy tudnám megnézni, én nem nézem, de ha akarnám megnézni a híradót, hogy nyugodtan lehetnék benne, hogy nincsen semmilyen befolyásolási szándék, nem akarnak átverni, nem akarnak felültetni, nem akarnak. Vagy például megszólalna a miniszterelnök, és én érteném, hogy mit mond. Te értitek, hogy ez a hapsi mit mond? Te komolyan? Próbáltátok meghallgatni őt? Az, amit össze-vissza hablatyol. Én hallgatom őt, és mondom, hogy ezek hosszú nagy mondatok, de semmi értelme nincsen. Hogy akkor majd így fogják elérni ezt a targetet, meg azt a targetet, amelyik targetnek az elérése össze van kötve a másikkal, és a negyedikkel, és hogyha... Mi van? Na, mi lenne, hogyha odaállna, és elmondaná azt, ami van? Milyen csodálatos lenne? Vagy... Most a nagy palesztinis-izraeli konfliktusról el tudnánk hinni mindent, amit az izraeliek mondanak, tényleg, mindent elhinnénk nekik, és elhinnénk mindent, amit a palesztinok mondanak, mert mind a kettő igazat mondana. Nem lenne egy nagy csoda? Szeretnétek egy ilyen világba élni? Én nagyon szeretnék egy ilyen világba élni. És én tudnám azt, hogy az ára, amit megveszek az üzletbe, az úgy van beárazva, hogy abból kapott a termelő, kapott a kereskedő, és én is jól jártam. Szóval emészze meg a tűz a gonoszságot? Emészze meg a tűz a hazugságot? Emészze meg azokat az elemeket, amelyek ezt fenntartják, és amit egyébként mi építünk, és gyakorlatilag a mi hozzájárulásunkkal építik, mert nyakig benne vagyunk. A nyugdíj alapunkkal éppen a háborút finanszírozzák valószínűleg, vagy éppen ott fektetnek be fegyvergyártásban, ahol... legjobban nem kellene. Én szeretném, ez jó hír lenne, egy ilyen megégés, egy ilyen megtisztulás. Na most, ez is el fog jönni. A keresztény embernek meg kell legyen az az optimizmusa, Pál apostol mondja, hogy a mi Istenünk a reménység Istene. És én nem akarok rettegni. Én úgy akarok élni a mindennapjaimba, hogy én hiszem, hogy az Isten kegyelme megtart. És nem az ember hozza el a végső pusztulást. Én azt hinném, hogy az Isten megengedi az embernek, hogy ezt a világot elpusztítsa, akkor lehet, hogy én is elkezdenék szorongani. De azért álljatok meg egy picit. Az Isten, amikor megteremti ezt a világot, tessék elolvasni a teremtés könyvét. Megteremti a világot, és mindenre azt mondja, hogy jó, 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 jó. Na most erre, amire az Isten ennyiszer rámondta, hogy jó, és látta Isten, hogy jó. Azt gondoljátok, hogy... ezt mi szét tudjuk verni? Szerintem nem engedi meg az Isten. Ez az én hívő optimizmusom nyilván, de a hittel az optimizmus szerintem kéz a kézben jár. Nem lehetsz egy pesszimista hívő. Hajlamos vagyok én is rá, néha borulátó vagyok, és főleg az embereket illetően. A világot illetően nem. Mert hiszem azt, hogy az Isten nem engedi meg. És a végső megtisztulás nem azért jön el, mert egy ideológiai... egy közösség, egy csoport, egy fanatikus őrült ezt kitalálja, hanem azért, mert az Isten elhozza. Addig meg tessék élni, tessék dolgozni, tessék reménykedni, tessék szeretni, tessék jövőt építeni, tessék megtenni azt, amit meg lehet tenni. Mindenki a saját helyén és a saját területén. Én nagyon egyetértek ezzel a kanadai filozófussal, illetve azt hiszem inkább pszichológus, de... milyen határeset ő már, szerintem többet filozofál, mint pszichologizál, Jordan Petersonnal, aki azt mondja, hogy az első dolog a világ megváltásához az, hogy a szobádban rendet teszel. Ha?
És miután szobádban rendet teszel, és a házad rendben van, kimehetsz az utcára, és ott is kiabálhatsz egy kicsit. De még a szobádban a kosz megesz, addig ne próbáld meg a világot rendbe tenni. Egyébként tapasztalatból mondom, rendetlen lelkek rendetlen szobákban laknak. Rendetlen szobákból rendetlen emberek mennek ki az utcára rendetlenséget csinálni, ez pont így van. És ez egy tapasztalati tény. Szóval bízzuk ezt az Istenre. És ezért szép az utolsó mondat, amivel most be is fejezzük ezt a hosszúra nyúlt beszélgetésünket, nem is olyan hosszú. Hogy az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Na én ezt az új eget, ezt az új földet várom, amelyben igazság lakozik. Ezt nyilván tudom, hogy ehhez az új földhöz, ehhez az új éghez majd egy új csaba is kell. Mert én is érintett vagyok, ahogy mondtam, mindannyian érintettek vagyunk ennek a világnak abban a menetében, amely most a normalitást jellemzi. És amiből ki kell szállni. Én mindig szoktam idézni nektek azt a 89-ben megjelent graffiti gyűjteménykötetet, Pesten vásároltam meg, állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. Szóval ki kell szállni ebből a mókuskerékből, és a megtérés ez ezt jelenti. És csatoljunk vissza arra a gondolatra, hogy fokozatosan, lassan, egyre többet a léleknek, megtartani a testet szépnek, jónak, ameddig lehet, és úgy, ahogy lehet, de egyre többet a léleknek, hogy tudja pótolni a test fogyását, a test kopását, annak elhalványodását. Mert ha nem, akkor keserű öregkorunk, megkeseredett vénségünk lesz. Nem kell így legyen. És várunk új eget és új földet, amiben igazság lakozik. És ezt a várakozást, ahogy mondtam, nem passzívan végezzük, hanem aktívan. Itt bent, a szívben rend van, a szobában rend van, a házban rend van, a kertben rend van, a kertben a fű le van vágva, nem nő a gurgyé, virágok vannak. Nagyon nagy különbség. Hadd mondjam el ezt nektek, de tényleg befejezem. Mikor először voltam Ausztriában, ez nem tudom, elég rég volt, de szerintem közös élményünk, hogy megütött bennünket valami a kis falvak és a kis városoknak a képében. Hogy a kertben nem nőtt a gurgyé. Hogy a fű le volt nyírva, hogy virágok, muskátlik voltak az ablakban, és virágok voltak a szépen kitisztított ösvények mellett. Hirtelen úgy láttad, hogy az élet szép, nem? Ez nagyon fontos. Először bent, aztán kint rendet rakni, aztán a világban, és ez halad, úgy koncentrikus körökkel, mint a tóba vetett kő, ahogy veti ezeket a köröket, egyre kijebb és egyre kijebb. De ha rendetlenségben, ha fejetlenségben lakunk, ha minden össze-vissza van körülöttünk, akkor reménytelenek vagyunk és megkeseredünk. Ne tegyük. Aktívan várjuk az új eget és az új földet. Tessék hazamenni ezzel az üzenettel, hogy új ég és új föld jön. És ebben mi az Istennek munkatársai vagyunk. John Dominic Crossan fogalmazta meg ezt a gondolatot, hogy a collaborative eschatology, a kollaboratív eszkatológia. Az eszkatológia az Isten utolsó ideit, Isten visszajövetelét jelenti a teológiában. Na ebben az Isten együttműködő munkatársai vagyunk. Jöjjön el az ő országa, legyen meg az ő akarata, amint már megvan ott a mennyben. Legyen meg itt a földön is. Ne féljünk, meg lesz. Amen. Testvérek, fennállva válaszolunk az igére, és megint egy olyan ének következik, de én nem tudom, miért mondtam, hogy fennállva, de most ha maradjunk állva, úgyis az imádság jön. El vagyok szokva az Isten tiszteletektől. Ha megtalálom a szemüvegemet, akkor látni is fogok. Na, feladom. De, megvan. De most ha maradjunk állva. És énekeljük azt, hogy jöjj, mondjunk hálaszót.
Ez is egy nagyon szép ének, és ez sincs meg a mi énekes könyvünkben, és akkor ezt most már fennállva énekeljük. Istenünk, köszönjük, hogy mi új eget és új földet várunk, melyben igazság lakozik. És köszönjük, hogy ebben a várakozásban mi a te munkásaid, sőt, a te munkatársaid lehetünk. Hiszen azt kérjük és azt imádkozzuk, hogy legyen úgy itt a földön, ahogy a mennyekben van. Hát, hogy ezt a világot a magunk számára, a hozzánk legközelebb élők számára szebbé, jobban és teljesebbé tegyük. És ad, hogy ne mi próbáljuk erőltetni az új világot, hanem azt bízzuk rád, azt hozd el te. És mi ebben a munkában az előkészítést végezzük, hogy el tudjuk mondani, hogy az a világ, melyet te hozol el, az jó, az szép, az élhető, az békességes, tisztességes, és ahogy ígérted, legfőképpen igazságos. Bocsáss meg, hogy sokszor igazságtalanok vagyunk. Sokszor hozzásimulunk a világhoz, vagy sokszor rettegünk, úgy érezzük, hogy az emberi és az ember gonoszságé, az emberi gonoszságé bűné és meghasonlottságé lesz az utolsó szó. Add meg nekünk azt a hitet, hogy te nem engeded meg, hogy mi elpusztítsuk azt, amire te azt mondtad, hogy jó, amire te azt mondtad, hogy kell és szép. És köszönjük, hogy mi ebben a világban reménységgel élhetünk. Menj el, édesatyánk, áld meg ezt a kis közösséget, ma közgyűlést tartunk, hát, hogy meg tudjuk beszélni közös dolgainkat, és legyen bármilyen kevés az erőnk, adj hozzá sok-sok hitet. Hát, hogy a hit több legyen, mint az, amit mi emberileg össze tudunk tenni, hogy legyen hitünk, legyen reménységünk. És köszönjük, hogy az Anya Szent Egyháznak nem a mi hitünk, nem a mi munkánk a fundamentuma, hanem az a Jézus Krisztus, aki életét adta a világért és a világban az ő egyházáért. Köszönjük, hogy mi ebben bízhatunk, és köszönjük, hogy ebben mi a te munkatársaid lehetünk. Ámen. Testvérek, imádkozzunk szenvedőkért, betegekért, imádkozzunk az igazságért, az új világ eljöveteleért, és adjunk hálát Istennek azért, amit már eddig megtapasztaltunk a csendes imádságban, utána pedig a Jézus imáját mondjuk a mi atyánkod.
Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Amen. Gyertek, mondjuk az Úr Jézus imáját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. És egy olyan ének következik, ami megvan a mi énekes könyvünkben is, úgyhogy meg is keresem gyorsan, hogy hol. Az a címe, hogy Amint vagyok sok bűn alatt. Ez pedig a 336. ének, de még egyszer mondom, a szövegben lesznek változások, a dallamban pedig kétségtelenül. Úgyhogy jobb, ha a kivetítőt követitek, amennyiben látjátok. Úgyhogy nagy hála és nagy köszönet Birloni Feri barátunknak, aki a kivetítőt egy barátjával felszerelte. Ilyenkor nagy hasznát vesszük neki, amint vagyok sok bűn alatt. Elmondom először én az egyházi hirdetéseket, már ami a szószéki és szószékhez kapcsolódó hirdetések, utána pedig megkérem Ibolyát, hogy mondja el, ami a közösségi élethez kapcsolódik. Bibliórák egészen advent harmadik hetéig tartanak. Tehát utolsó bibliaóránk advent harmadik hetében lesz, akkor lesz az utolsó beszélgetésünk is, így értelemszerűen most kedden és most csütörtökön beszélgetés, mind a kettő 8 órától, kedden Péter apostol első leveléről beszélgetünk, ez bibliaóra, csütörtökön pedig a bírák korszakáról, Izrael történetéről beszélünk, a nagy világvallásokat bemutató sorozatunk keretén belül. Úgyhogy szeretettel várunk, ezekről a link mindig ott van a közösségi oldalunkon, bárki bejöhet, bárki eljöhet,
ha valaki akar anonim lenni, akkor anonimként jön be. Én soha meg nem kérdezem, hogy ki van a XYZPC Galaxy 482 alatt, nem érdekes, az a lényeg, hogy ott van, majd ha meg akarja mutatni magát, megmutatja, ha nem, akkor meg csendbe ül és hallgat. Teljesen rendben van, úgyhogy ennél nyitottabb már nem tudok lenni, mert akkor szétesnék. Szóval, ez nagyon fontos. Jön a karácsony. Az idén különleges karácsonyunk lesz abból a szempontból is, hogy szenteste az vasárnapra esik. Na most ez azt jelenti, hogy nekünk lesz szenteste egy vasárnap délelőtt istentiszteletünk, és lesz egy karácsonyi istentiszteletünk hétfőn délelőtt 11 órától, 11.30-tól. Én úgy tervezem, hogy az úgynevezett, és ez nyilván most egy picit furán hangzik, de a nagy karácsony istentisztelet azt legyen hétfőn. Tartsuk a hagyományt, hogy december 25-én, karácsony első napján gyűlünk össze, és akkor tartjuk az istentiszteletet. Arra szeretnék szervezni, ezen majd beszélgetünk a közgyűlés után, szeretnék szervezni egy jó közösségi ebédet, hogy gyertek el családtagjaitokkal, üljünk le, összerakjuk az asztalokat egy hosszú nagy asztalba, hogyha kell, és megeszünk egy jó ebédet, és beszélgetünk, és akkor utána, és akkor szenteste mindenki azt csinál, amit akar otthon, tehát meg tudja otthon ünnepelni a karácsonyt, meg lehet tartani szenteste vasárnap délután a bárbeküt, ha meghívtok, megígérem, hogy akár még el is megyek, és akkor hétfőn el tudunk jönni a templomba, és a templomba tudunk egy jó ebédet, istentiszteletet tartani, utána pedig egy jó ebédelni a bocskaiba, és akkor így minden igazság meg eleget tudunk tenni. Nagyon jó hírem van, ha Jóisten engedi, akkor legátusunk lesz a Kolozsvári Református Teológiai Intézet, az egyetem gyakorlati teológiai professzora, illetve gyakorlati teológiai előadó tanára jön el hozzánk, Székely József, az én komám, aki hétfőn prédikálni fog, úgyhogy megszabadultok tőlem, és hát ő szakembere ennek, ezt tanítja, úgyhogy meghallgatjátok, hogy milyen egy jó karácsonyi prédikáció. Ezt majd megmondom Józsinak, hogy hallgassa meg, hogy tegyünk rá egy kis nyomást, hogy érezze, hogy várunk tőle valamit. De ezt viccből mondom, de ez így lesz, ha Jóisten megengedi, akkor itt lesz, és ő fog szolgálni, és akkor utána pedig tudunk ebédelni. December 31-e megint csak vasárnap. Ez azt jelenti, hogy vasárnap tartunk egy vasárnap délelőtti istentiszteletet és évzáró istentiszteletet, január 1-én hétfőn viszont nem tartunk istentiszteletet. Jó, tehát a realitások azért kemény dolgok. Decemberben 31-én zárjuk az évet, és a következő évet pedig február 1. vasárnapján kezdjük. Úgyhogy az utolsó istentiszteletünk az december 31-én délelőtt lesz egy évzáró istentisztelet, utána lesz kocintás, lesz egyéb minden jó. Azt hiszem, a többit azt rábízom Ibolyára, hogy elmondja, hogy mi lesz, ami a közösség életet illeti, mert ő jobban tudja. Gyere, Ibolya, de a túlsó felé légy szíves. Igen. Itt van egy drót, ezen át lehet esni. De másképp nem tudok hangosítani, mehet. Jó, köszönöm szépen. Akkor ma mára vonatkozó legfontosabb hirdetés, hogy van ebéd, és az ebéd az a közgyűlés előtt lesz, tehát rántott hús lesz, sült krumplival, mindenkit szeretettel várunk az ebédre. Megpróbáljuk nem hosszabbra nyújtani azért, hogy a közgyűlés is időben elkezdődjön, tehát reméljük egy óra fele már megkezdődhet a közgyűlés. Oké, akkor nem. Az az óra szerint nem. A jövő héten, pénteken az elsője lesz, akkor lesz a templom, illetve a bocskai terem karácsonyra feldíszítve. Mindenkit szeretettel várunk, hogyha el tud jönni. Péntek este 7 óra körül mondtuk, hogyha hát addigra talán mindenki befejezni a munkát, vagy nagyon-nagyon kéne a segítség, hogy hát szépen feldíszítsük. Vasárnap 3-án lesz a Mikulás az iskolásoknak. Úgy tudom, hogy akkor lesz ebéd, ugye Csaba? 3-án. Viszont rá egy hétre 10-én lesz az évzáró az iskolásoknak, és ők akkorára szeretett vendégséget. 11 órakor lesz bent a műsor, bent a bocskaiba, és utána pedig lesz egy évzáró itt a templomba is, és utána pedig szeretett vendégség lesz a bocskaiba.
Úgyhogy aki bír és tud, az hozhat egy tányér süteményt vagy sósat, amit, hogy az iskolásokkal együtt ünnepeljük meg az ő évzárójukat. Ennyi az idénre, gondolom többi az majd jövőben. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor a legközelebbi alkalmunk az a karácsonyfa és a karácsonyi díszítés pénteken este 7 órától. Lesz pizza, jó? Pizzát fogunk enni, egészséges étrend lesz. És sört fogunk inni utána. Gyertek el, az a lényeg, és karácsonyi zenét fogunk hallgatni, és nagyon sok embernek tudom, hogy nincs családja, nincs lehetősége karácsonyi hangulatra. Jöjjön el, ígérjük, hogy jó lesz, hangulatos lesz karácsonyi zenével, és beszélgetéssel, és minden egyébben. Köszönöm szépen, az utolsó énekünk a nemzet himnusza, Isten áld meg a magyart, és az ebéd után közgyűlés. Ezt mi fogjuk énekelni orgonista nélkül, és technikai segítség nélkül. Isten áld meg Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek a szeretete és a léleknek a közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.